Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Régió Plusz Televízió térségi, közéleti magazinját látják. Ízelítő mai témáimból. A Szegedtől elszenvedett vereség után továbbra is a tabella harmadik helyén áll a Gödöllői Bikák futsal csapat. 2013. január 1-től az óvodák kivételével általános szabályként állami fenntartásba kerültek az oktatási intézmények. Egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a besurranásos lopások, és talán a betöréses lopások is. 165 éve vonultak az utcára a márciusi ifjak, hogy kivívják a jövő nemzeték szabadságát. Stábunk két településsel rögzítette a megemlékezést. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, nemzeti identitásunk egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Sajnos az idei évben az időjárás beárnyékolta az ünnepet, a szabadtéri állami ünnepségeket lemondták. Kartalon a Művelődési Házban tartották a megemlékezést. Nekünk már megadatott, hogy szabadon ünnepelhetünk, emlékezhetünk. Egészen kicsi korunktól kezdve minden évben előkerül a kokárda, az óvodában a rajzlap, a hurkapálcika, a piros-fehér-zöld szeruza, a zsírkréta, az általános iskolában a nemzeti dal, a középiskolában pedig a történelemkönyvek, a lexikonok. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc a magyar történelem kiemelkedő eseménye volt. Ránk figyelt Európa, és a márciusi ifjak bátorsága példát mutatott más népeknek is. Példát a hit és az akarat erejével, amint ezekről napokról Kossuth Lajos mondta. Velünk volt az Isten és az igazság. A ma embere is erőt meríthet tetteikből, és felnézhet áldozatkészségükre, hiszen a történelem menetét a mindennapi emberi cselekedetek sokszor a hétköznapok csatái viszik előrébb. Az eseményen beszédet mondott Vécsei László országgyűlési képviselő, aki hangsúlyozta, hogy Magyarország bármely területén járva a forradalom eseményei felsejlenek. Mégis a Galgamente az a vidék, ahol az emlékek erőteljesen jelen vannak. Talán azért is, mert Petőfit több szál is ide kötötte. Az emlékezés pedig nem más, mint találkozás a történelemmel. A történelmünknek ez a folyamatossága, ahogyan megéljük, ahogyan találkozunk a nagy események tanúival, emlékeivel, ez megerősíti bennünk a hitet, hogy folyamatosság van, hogy az elődeink nyomdokain haladunk, és ha helyesen tesszük ezt, akkor azt hiszem, hogy akár elégedettek is lehetünk az idő folyásával. A kortársak, a benne élők számára szükség volt a március ifjak hihetetlen lendületére, és ők úgy élték meg, a történelmünk is így írja meg, hogy az ő lelkesedésük a reformországgyűlések eredményei nyomán áttört egy falat. Áttört egy falat, és szinte pillanatok alatt viharos sebességgel következtek az eredmények. Beértek azok az eredmények, amelyeket a reformországgyűlés törekvései már érleltek. Ezek a fiatalok megérezték a kor szellemét. Megérezték azt, hogy mi történik a világban. Fölbátorodtak nem is kevéssé az itáliai eseményeken, a párizsi eseményeken. Talán az utolsó lökést adta meg számukra a bécsi forradalom híre. Az egész történés sorból, abból, ami körülöttük a világban folyt, megértettek egy nagyon-nagyon fontos és az egész nemzetünk számára örök tanulságú szolgáló dolgot, nevezetesen azt, hogy ha mi nem állunk ki magunkért, akkor mi helyettünk, értünk, senki nem fog kiállni. Nekünk, magunknak kell kiállnunk magunkért. Ennek a forradalmi lendületnek a nyomán az uralkodó napok alatt jóvá hagyta az úgynevezett áprilisi törvényeket, és az áprilisi törvények óriási jelentőségűek voltak. Az áprilisi törvények lényegében
néhány hét alatt véget vetettek Magyarország feudális korszakának. Lényegében néhány hét alatt megnyitották az utat a polgári, modern európai fejlődés lehetősége előtt Magyarországon. Ha más megközelítésben próbáljuk ezek jelentőségét értékelni, akkor talán nem túlzás úgy fogalmazni, hogy a Szent Korona tagsága kibővült, jelentősen kibővült. A Szent Korona tagjaivá fogadta ebben az időszakban néhány hét alatt a magyar nemzet nagy-nagy többségét. És tisztelt ünneplő kartai közönség, milyen bölcs a teremtő? Mert nem engedi, hogy a jövőbe lássunk. Ha jövőbe láthatnánk, az minden cselekvésünket elpusztítaná, értelmetlenné tenné. De mivel rejtve marad előttünk a jövendő, így a hitünk mindig megújulhat. Nem csak sötét korszakokban, mikor nagyon nagy szükség van rá, de manapság is az éledező reménység idején hihetjük, mint Petőfiék 165 évvel ezelőtt, hogy lesz jövőnk, és a jövőnk olyan lesz, amilyennél mi magunk formáljuk. Újjáélethet a reményünk, és lankadatlan hittel vallhatjuk Széchenyivel, hogy Magyarország nem volt, hanem lesz. Lesz, mert 48-hoz méltón ma ismét milliók hűsége és kitartása táplálja egymásban a bátorságot, hogy ne hagyjuk magunkat. Lesz, mert 165 év után nem kell lehajtott fővel kerülnünk a forradalmárok kérdő tekintetét. Emelt fővel a szemükbe nézve jelenthetjük, hogy előrébb jutottunk. Ha a 12 pontot végignézzük, azokból jó néhányra büszkén tekinthetünk, olyanokra, amelyeket akkoriban sajnos nem sikerült megvalósítani. Csak hármat említenénk, van nemzeti őrseregünk. Van nemzeti bankunk, és megvalósult a 12. pont is, az Unió. Az Unió, és nem csak Erdéllyel, hanem mindannyiunk előtt ismert, a határokon átívelő nemzetegyesítés keretében lényegében minden belső Magyarországtól elszakított nemzetrészünk és nemzettestünk egyesülhet ebben a folyamatban. Ismét mindannyian együtt lehetünk, akik a magyar nemzet tagjának valljuk magunkat. Nem véletlen, hogy manapság nagyon sok településen, intézményekben előkerül a székely zászló, és a székely zászlót, mint egy az elszakított nemzettestek jelképeként egyre több helyütt használjuk. Tudjuk, hogy a 48-asok példás lelkesedése, hazaszeretete, tenni akarása, eredményei és áldozatai nélkül szegényebbek lennénk, és bizonyosan nem itt tartanánk. Ezért hát ezen a mai szép ünnepen arra kérek mindenkit, hogy tisztelegjünk együtt a magyar szabadság eszményének ünnepén elődeink bátorsága és hősiessége előtt. Az igazi, a tiszta magyar forradalom emléke előtt, melyben milliók mindennapi álhatatos apró munkája, és az a 165 évvel ezelőtti szépséges, magas hőfokon izzó délután a haza szolgálatára eggyé forrott. Ha kitekintünk az ablakon, nem szép tavaszt látunk, de tekintsünk el ettől, tekintsünk el a hótól, tekintsünk el attól, hogy nagyon sokan bizonyára nem mertek, nem akartak, nem tudtak kimozdulni ma a házukból. Tudjuk, nagyon sok hely, sok fele elmaradtak ezek az ünnepségek. Én nagyon örülök neki, hogy Kartalon nem maradt el, örülök neki, hogy ennyien itt vagyunk. Azért vagyunk itt, hogy ma is, az idén is világgá kiáltsuk azt, ami jelmondata és célkitűzése volt a 48-as forradalomnak és szabadságharcnak. Éljen a magyar szabadság! Az ünnepi műsoron közreműködött a Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület, a Kartali Asszonykórus, verset mondott Bratkovics Enikő és Sűrés Melinda, trombitán játszott Sári Szabolcs, valamint a Játéksziget napközi otthonos óvoda Sárga Rigó csoportja is fellépett. Csodaszép Pejkó, ide lép, oda lép, Pejkó, hegyen át, vizen át, vágtasz, nem adom, ha
Váczent Lászlón az Arany János Művöldési Ház és Könyvtár adott helyet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére adott ünnepségnek. Sokszor valál már életedben veszendő, ó, szegény hazám! Tatár, török és német gyilkolt, s haldoklál fényes rabigán. Mi lesz sorsod a jövőben? Ki tudja azt? Sötét titok. De most, ha rád tekintek, csak sírok, és csak sírhatok. Nem gyáva bú-e könnyek anyja, haragom sírja azokat, beszélünk hangos, büszke szóval, s hazánk még csak névben szabad, nem csüggedése könnyek anyja. Rajtok tettek villáma ég, versengünk puszta semmiségen, s fölöttünk mind borúsba az ég. Mennyi gúny, győzelmi himnusz harsok körülbe mindenütt, s a vértől megszentelt mezőkre szabadság fényes napja süt. Nekünk-e hang, tán síri dal lesz, s a szent sugártán búcsú fény. Véres felhőben elhunyó nap, halottak gyászos mezején. Inkább halál, mint gyáva élet, igen, veszünk, ha veszni kell, de küzdjünk, míg csak egy magyar lesz, és vérezzünk dicsően el. Lesz legalább a történetben rólunk egy nagy emlékezet. Egy büszke nép élt meggyalázva, de dicsően halt, mint született. Horváth László Tibor polgármester köszöntötte az egybegyülteket, majd Cservány György államtitkár úr mondott ünnepi beszédet. 1848. március 15-e megítélése tehát a rárakódott dicsőség ellenére is eléggé ellentmondásos. Ellentmondásos és tanulságos. És egy ünnep akkor sajátja egy népnek, ha minden időben hordoz magában jelentést, útmutatást az emlékezőknek. Így állunk mi ma itt, március 15-e emlékével, terhével, kihívó pillantásával, hányaveti válveregetésével. A magyar történelemben 48 óta is előjött nem egyszer a pillanat kihívása, itt az idő, most vagy soha. Emlékezzünk csak, 3 éve újra ez volt a jelszó, és az ország kétharmada megértette. Hol van, mit tesz ma ez a kétharmad? Úgy hiszem, itt áll és várakozik. Várja reményei beteljesülését, várja azt a csodát, amiben 3 éve hinni kezdett, hogy egy csapásra megváltozik itt minden. Azonban nem lehet egy-kettőre rendbehozni hosszú évek rontását. Lépésről lépésre haladva, minden lépcsőfokot meglépve jutunk a magasba. Jól kapaszkodva abba a korlátba, amely biztosan megtart, és amelynek hit a neve. Hit abban, hogy képesek vagyunk kilábalni az eladósodottság, a gazdasági és társadalmi válság békjójából, hogy megmenekülnek a devizahitelesek, az önkormányzatok, hogy megfizethető lesz a rezsi, emelkedhetnek a bérek, a nyugdíjak. 1848-ban néhány fiatalember hite és lelkesedése egy egész országot állított talpra, s ha két világhatalom hadserege nem gázolja le, ki tudja, milyen fejlődés következhetett volna. Akkor egy pár fiatalember hite kellett a nagy tettekhez, ma az ország nagy többsége áll a történések mögött. Akkor még a fegyveres harcot is vállalták a hitükben erős magyarok, ma hitnek kell kitartani, hogy képesek leszünk újra erősek lenni. A folytatásban a Szent László iskola adott versenyzenés ünnepi műsort, valamint a Váczszent Lászlói Férfi Nyugdíjas Klub népdalcsokrát hallgathatta az ünneplő közönség. Tenni a magyarságért, most is halnak és születnek, nem lesz vége a nemzetnek, éljen a magyar szabadság, éljen a haza.
most is halnak, és születnek, nem lesz vége a nemzetnek. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. A megemlékezést mindkét településen koszorúzás zárta. A hősök emléke előtt fejet hajtottak a települések vezetői, az intézményvezetők, valamint a meghívott vendégek. Későbbiekben mindkét ünnepséget megtekinthetik teljes terjedelmében a Régió Plusz televízió műsorán. Az állami köznevelési intézmények fenntartását az új központi hivatal, a központi és területi szervekből álló Klebelsberg intézmény fenntartó központ koordinálja. Az országban 198 tankerület kezdte meg munkáját novemberben, Budapesten kerületenként 23, az ország többi részén járásonként 175. A gödöllői tankerület vezetői teendőinek ellátásával Páncél Jánost bízták meg. 9 évig dolgoztam előtt a szakképzésben, illetve a felsőoktatásban. Pályázati úton nyertem meg a járási tankerületi igazgatói állást, és január 1-től szól a kinevezésem, a miniszteri kinevezésem erre a tankerületre. Ehhez a tankerülethez mely iskolák tartoznak, vagy mely települések? 15 települése van ennek a járásnak, ez Magyarország egyik legnagyobb járása és járási tankerülete. A megyének viszont mindenképpen a legnagyobb tankerületéről van szó, 30 intézményt jelent, 1400 foglalkoztatottak vagyunk. Nagyon vegyes a kép, ami a tankerületi intézményeket jelenti, ugyanis vannak benne általános iskolák, nyilván ez minden településen van, van benne gimnázium, sőt esti gimnázium, vannak benne pedagógiai szakszolgálatok, és aminek én azt mondanám, hogy a járásnak egy specifikuma az, hogy elég sok ami van, ez a alapfokú művészetoktatási iskola, ugye, és ebből ugye nagyon sok zenei iskolai specifikáció van. Ez összességében az a 30 intézménynek körülbelül az egyharmadát majdnem lefedi. A Klebelsberg intézmény fenntartó központ létrejöttével a köznevelési rendszer az állami fenntartás és a települési önkormányzati működtetés megosztásának elve szerint alakult át. A Klebelsberg intézmény fenntartó központ közkedvelt nevén KIK vagy KLIK átvette a 3000 lakosú alatti településeknek ehhez kapcsolódó köznevelési intézményeknek a működtetését és a fenntartását is. Máshol, ahol nem akarta, nem így nyilatkozott, nem erről szólt a megállapodás az önkormányzattal, ott pedig a fenntartás és a működtetés az megoszlik a KLIK és az önkormányzat között. A mi járásunkban 3 ilyen település van, ahol általános iskolát vett át a KLIK működtetése és fenntartása is. Ez Vácszentlászló, Valkó és Zsámbók esetében van. Itt tehát a KLIK működtet és fenntart is. Van még egy intézményünk a járásban, ez egy gödöllői pedagógiai szakszolgálat, ahol szintén működtetünk és fenntartunk is. Minden más az előbb említett intézményben csak fenntartók vagyunk. És ebben az esetben működtető a helyi önkormányzat. Ugye itt föl szokták tenni, hogy működtetés és fenntartás közötti különbségtétel igazából mit jelent. Egy nagyon kicsit durva cenzussal beszélve, a kettő közötti különbség azt jelenteni, hogy a működtetés esetében a köznevelési intézmények tulajdonjoga az az önkormányzatnál maradt. Ehhez kapcsolódóan fenntartói, karbantartói, felújítói kötelezettsége van az önkormányzatoknak, és amikor ezeknél az intézményeknél fenntartó a KIK,
akkor ebben az esetben nekünk elsősorban bérfinanszírozási kötelezettségünk van, szakmai koordinációs kötelezettségünk van, és ehhez kapcsolódóan nyilvánvalóan egyéb más kiadások, például versenyeknek a finanszírozása, kiküldetéseknek a finanszírozása az intézmény vezetők esetében. Tehát itt mindenképpen egy ilyen megosztott költségek vannak, amelyeket egyébként törvények mentén, illetve megállapodások, valamint egy szerződés mentén, amit az önkormányzatoktól kötöttünk, az alapján osztanak meg a feladatok. Az eddig elindított programokat, mint például az iskolatáj program, továbbiakban folytatják-e ott, ahol a Klikka fenntartó és a működtető is egyben? Természetesen, ezt is, és az iskola gyümölcs programot, azt hiszem így hívják, nem túl hivatalosan, de gyakorlatban így hívják, mind a kettőt folytatjuk. Ugye az iskolatájnél két részre oszlik a feladat. Az egyik az az, amikor tavaly már kötöttek ilyen iskolateljes szerződéseket az intézmények, még az előző fenntartóval, ami majdnem mindig az önkormányzat volt. Ebben az esetben nem történik más, új fenntartóval a Klik beáll ezekbe a szerződésekbe, és egyszerűen sem folytatja a szolgáltatóval, a tejet szolgáltatóval ezt a szerződést, és így folyamatosan van. A másik igény az úgy keletkezik, hogy az intézmény jelzi a Klik számára az, hogy ő be akar kapcsolódni ebbe a programba, és akkor új szerződéseket kötünk. Ilyenkor a Klik azt kéri, hogy ebben a fél évben, a tanévben ebben a fél évében folyamatosságot biztosítani úgy tudja, hogyha előfinanszírozza a szolgáltató, és a Klik a finanszírozást a szolgáltatás végén, a tanév végén egy összegben fogja neki átadni. Ilyen iskolánk is van, tehát mind a kettőre van példa a járásban, mind a kettő működik. A tankerületi igazgató úr hozzátette, hogy a központ alapelve szerint sem a pedagógus, sem a tanuló nem érezheti meg a változásokat, amit természetesen a gödöllői járásban is foganatosítani szeretnének. Fontosnak tartja tisztázni azt, hogy ő közvetlenül nem gyakorol munkáltatói jogokat a pedagógusok felett, az iskolai igazgatóknak megmaradt az egyéni munkáltatói joguk. Ugye két részre oszlik a járásban ez a fajta státusz. Az egyik az a tankerületen belül közvetlenül foglalkoztatottak. Ők 9-en vagyunk, mi 9-en vagyunk erre a munkára, beleértem most engemet is. Ők kormánytisztviselőti státuszban vannak, felettük ugye utasítási, ellenőrzési jogkörön van. A másik ilyen nagyobb mátrix, ugye ez a foglalkoztatási mátrix, ez a közalkalmazottak része, ugye ez az intézményvezetők, igazgatók és a pedagógusok. Ugye ők megint egy másik topik, ahogy az előbb mondtam, mert ott igazából az egyedi munkáltató jogokat az igazgató gyakorolja. Vannak olyan közvetlen feladatok, amik a tankerülethez, a tankerület igazgatóként jogosultságon vannak. Ilyen például, de ezt nyilván a kollégáimmal egyeztetetten látom el, ilyen például a pedagógiai programoknak a szakmaiságának az ellenőrzése, annak a betartása, vagy a pedagógiai program mellett a házirendnek a betartása, betartatása az intézmények esetében. Közvetlen feladatunk most nagyon sok az adatszolgáltatási feladat a központ felé. Ezeket az intézményektől kérjük be, és a központ felé tesszük. Ezt nagyon fontosnak és nagyon szorosnak érezzük ezt a munkát, hogy lehet fogalmazni. A másik ilyen fontos a projektek átvétele, a köznevelési intézményekben zajló projekteknek, vagy már befejezett projekteknek, vagy indítandó projekteknek az átvétele, mint projektgazdaként való beállása, csúnyán fogalmazza a Klik részéről. Fontos feladat a beiskolázással kapcsolatos teendőknek a koordinációja, megszervezése, a továbbképzések, a pedagógus továbbképzésekkel kapcsolatos koordinációnak a megszervezése, konzultációk egyeztetése az intézményvezetőkkel, és talán egy olyan feladat, ami pont a beiskolázással kapcsolatos, hogy a Klik mint fenntartó, és itt a tankerület természetesen, a tankerületet értem rajta elsősorban, hogy a másodfokú fellebbezési szerv, amikor a köznevelési intézmény valahogy valamilyen például beiskolással kapcsolatban tanul jogviszonyról, a szülő számára vagy a szülő által hátrányosan értelmezetten dönt. Tehát ebben az esetben a Klik egy második fokozat ebben a dologban, és itt a fenntartói rész szerepel. Ugye emellett meg nagyon fontosnak érzem, és ez egy járási intézmény lejárás során ki is alakult, az, hogy egy közvetlen élő kapcsolat legyen, egy diskurzus alakuljon ki az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel. Emellett pedig még nagyon-nagyon fontos az, hogy ez a szakmai koordináció, ez ne legyen egy oldalú
az új fenntartónál. Ugye ezzel kapcsolatosan havonta megszervezünk, és ezt hagyományként fogjuk kezelni mindenképpen a járásban, szakmai értekezletet. Ugye egyet már meg is tartottunk január végén, itt az átállás miatt csak akkor tudtuk megtenni, és pont a jövő héten lesz a következő, amikor ezt mindig egy a járás egy adott köznevelési intézményében tartjuk meg. Ezzel is azt akarjuk, hogy egy ilyen kohéző, egy ilyen összetartó erő alakuljon ki igazából az intézménynek az igazgatói között. Megismerjék egymást, szakmailag felfedezzék egymásnak az előnyeit, felfedezzék azt, hogy egyes hátrányokban hogyan tudnak egymásnak segíteni. És éppen ezért ezek a szakmai értekezletek egy kicsit, nem is kicsit reményem, viszont egyre nagyobban szakmai fórumokká is fognak tágulni az intézményvezetők számára. Önöket, önt, illetve a kollégáit kik kereshetik fel, és milyen problémákkal, és hol? Elsősorban az intézményvezetőkkel tartjuk a kapcsolatot. Ez remélem, hogy az ő munkájukat is megkönnyíti. Három olyan téma van, amire felosztottuk a tankeretnek a működését. Van egy pénzügyi részleg, van egy tanügyigazgatási részleg, és van egy személyügyi, egy HR részleg. Mind a háromban referensek dolgoznak, és ezek a referenseket kereshetik közvetlenül, vagy bejelentkezés alapján is, vagy ügyfélszolgálati időben, ez egyébként kedden és csütörtökön van, a tankerületben. Ugye ez itt Gödöllőn van, a Petőfi Sándor utcában, és emellett meg természetesen én is állok rendelkezésre, amivel bőven élnek is az intézményvezetők, mindenkinek, tehát egyedi fogadási idő is van a kedden és csütörtökön kívül. Ugye emellett természetesen az adatbekéréseknél közvetlen kommunikáció nagyon fontos, tehát nem egyoldalúan képzeljük el ezt a dolgot, hanem úgy, hogy mi is megismerjük, és ő is megismerjék a mi munkánkat. A gödöllői tankerület irodája jelenleg Gödöllőn, a Petőfi utca 12-14 szám alatt található. Ügyfélfogadást kedden és csütörtökön 9-től fél 5-ig tartanak. Telefonszámuk 28-as körzet 512-008. A rendőrség nagyon fontosnak tartja a megelőzést a különböző bűncselekmények kapcsán. A tavasz közelettével növekszik a betöréses, besurranásos lopások száma, hiszen mi kimegyünk a kiskertbe, vagy a ház körül végzünk különböző munkálatokat, gyakran nem zárjuk be az ajtókat. Ez pont elég ahhoz, hogy egy tolvaj elvigye könnyen mozdítható értékeinket. Az első dolog és legfontosabb az ugye az, hogy minden egyes ajtót, ablakot zárva kell tartani. Ez nem csak a családi házakra vonatkozik, hanem ugyanúgy az emeletes házakra, lépcsőházakra, illetve a házhoz tartozó egyéb helyiségeknek a zárvatartására is. Itt gondolok ugye garázsra, külső kis szerszámos helyiségekre, ilyenekre. A betörések ellen hogyan tudunk védekezni? Betörések ellen az első és legfontosabb dolognak tartjuk azt, hogy a földszinti lakásokat lehetőleg szereljük fel minél több olyan zárral, illetőleg olyan védelmi eszközzel, amelyekkel ugye megelőzhetők ezek a cselekmények. Itt gondolok például rácsok felszereléséről, az ajtókon ugye több zár vagy több hengeres zárnak a felszereléséről, és így akkor a leendő elkövetők is nehezebben fognak bejutni abba a helyiségbe, ahova szeretnének. Tetézi Szilvia rendőrhadnagy hozzátette, fontos, hogy a tulajdonunkban lévő műszaki cikkek, a mobiltelefonok, kerékpárok azonosító száma legyen feljegyezve, hiszen egy felderítésnél könnyebben beazonosítható, hogy az adott tárgy honnan lett eltulajdonítva. A nagyobb értékű ékszereinkről pedig készíthetünk fotókat, mely szintén segíti a nyomozást. Tudnál példát mondani esetleg besurranásos betörésekre? Természetesen ugye vannak olyan események, amik ugye, vagyis nálunk ugye lecsapódnak ezek a dolgok. Itt például gondolok arra, hogy mondjuk emberünk beszélget valakivel kint az utcán, és mondjuk két emberrel valami miatt ugye őt megállítják, beszélget, az egyik elvonja a figyelmét, a másik pedig bemegy a házba, és ott
általában már előzetesen tudják, hogy hol rejtik az értékeket, nagyon gyorsan magához veszi ezeket az értékeket, és kimegy, és a sértettünk nagyon sokszor nem is érzékeli, illetőleg nem is veszi észre, hogy mi történt, csak egy-két-három nap múlva, amikor ugye látja azt, hogy az értékek nincsenek meg. Ez sajnos azért problémás, mert sokszor nem is tudjuk azt behatárolni, hogy pontosan milyen időtartam, vagy hogy mikor volt az egész cselekménynek az elkövetése, és így a nyomozás is ugye egy kicsit nehezebb lesz. A fiatalok mostanában egy ideje a közösségi oldalakat ugye nagyon aktívan használják, és gyakran a szülők nem is tudják, hogy milyen fényképeket töltenek fel oda a gyerekek. Itt mire kell odafigyelni? Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy tudassuk a lakossággal, ami az egyik legfontosabb dolog, hogy nem kell a házban lévő különböző értékekről, értékes festményekről, ékszerekről fényképeket feltölteni a Facebookra, illetve a másik dolog, ami szintén nagyon fontos, hogy ne tudassuk mindenkivel azt, hogy az egész család ekkor és ekkor, ilyen időtartamig nem fog otthon tartózkodni. Mert ki tudja, hogy milyen ismerőseink vannak, vagy ugye megy a hír, hogy ez a család éppen ekkor nincsen otthon, és akár könnyebben is ugye áldozatául eshetünk ilyeneknek. Amit nagyon fontosnak tartunk egyébként ilyen nyaralások esetén, hogy a szomszédokat minden esetben ugye érdemes tájékoztatni arról, hogy mettől meddig nem vagyunk otthon, és hogyha nem vagyunk otthon, akkor legyenek oly kedvesek, és figyeljenek a házunkra, ha probléma van, akkor pedig értesítsék a rendőrséget, illetve ugye minket, tulajdonosokat. Mit tehetünk akkor, hogyha észleltük mégiscsak a lopást? Ha lopást észlelünk, akkor ugye minden esetben rendőrséget kell hívni. Amit a legfontosabbnak tartunk az az, hogy semmiképpen és senki ne nyúljon semmihez. Tehát sokszor látunk olyat, hogy a hölgy vagy a háztulajdonos azért, hogy ne lássa a rendőr, aki kimegy, hogy milyen állapotok uralkodnak, hogy éppen nincs beágyazva, vagy valami, rendet rak. Na hát ezt nem szabad. Mindenképpen szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy aki ilyet észlel, az a helyszínt úgy, ahogyan az elkövető hagyta, azt ő is hagyja úgy, mindaddig, amíg a kollégán kiérkeznek, ott egy helyszíni szemlét foganatosítanak, és az alapján pedig ugye mi vagy a rendőr, ugye a hátrahagyott nyomokból dolgozik, mi abból megpróbáljuk rekonstruálni a cselekményt. Akkor mit tehetünk, hogyha ne adj Isten még ott tartózkodik a betörő? Nagyon fontos dolog, ne kezdjünk el a betörővel hadakozni, minden esetben rendőrséget hívjunk, illetőleg ajánlatos a környékről, ugye szomszédokat, ilyen-olyan személyeket, akik ugye tudják tanúsítani azt, hogy pontosan mi történik, de ne hadakozzunk vele, mert nem tudhatjuk, hogy az adrenalin az hogyan viselkedik ugye az elkövetőben, hogy mi mindenre képes. A húsvéti nagybevásárlásokra való tekintettel a rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy fokozottabban figyeljenek oda a bevásárlóközpontok parkolóiban arra, hogy az autóikat ne hagyják nyitva, ne hagyjanak az ülésen táskát, illetve ne hagyják figyelmen kívül értékeiket, mert gyakran ezt használják ki az elkövetők. A felsőházi rájátszás második fordulójában két olyan csapat találkozott Gödöllőn, akik vereséggel kezdték a playoffot. A gödöllői Bikák ellenfele az az újszegedi tornaklub volt, akik idén már két alkalommal is legyőzték a gödöllői együttest. Joggal tarthatott ellenfelétől Baranyai Pál csapata. A Bikák kezdték jobban a mérkőzést, hiszen Jakab Dávid szerzett vezetést, ám alig egy percig tartott az öröm, ugyanis Fülöp Tibor révén hamar egalizálták a tiszapartiak. Az első félidő ezután a védekezésről és a kihagyott gödöllői lehetőségekről szólt. A második 20 perc elején robbantott a Szeged, és Lázár Gábor két zseniális találatával 3-1-re módosult az állás. Lázár duplájára Vidák Balázs válaszolt két remek találattal, így alig 10 percnyi játék után újra döntetlenre állt a meccs, ami inkább a Bikáknak kedvez, hisz a 6 pontos előnye így megmaradna az új Szegeddel szemben. Ám a 3 perccel a lefújás előtt Vidák eladta a labdát utolsó emberként, az adódó lehetőséget azonnal kihasználta a vendégcsapat, és megszerezte a vezetést ismét. Az utolsó 3 percre lehozta kapusát a gödöllő, ám az ember előnyét nem tudta gólra váltani. Sőt, pár másodperccel a vége előtt a Szeged tette fel az íre a pontot az 5. góllal. Ezzel a vereséggel továbbra is a 3. helyen áll a gödöllői Bikák csapata, ám előnye már csak 3 pont.
A vendégek edzője Brinszky Adrián kameránk előtt. Először is gratulálok a győzelemhez. Jó kis mérkőzés volt itt a végén. Ez egy nagyon fontos győzelem, ha jól nézem a tabellát. Természetesen a rájátszásban már minden mérkőzésnek ugye döntő momentuma van. Azt azért hozzá kell tenni, hogy mindkét csapat keresi igazi énjét és régi önmagát. Ma sem volt ez másképp, tehát egy lélegzetelállítóan színvonalas mérkőzésről nem beszélhetünk, viszont az izgalmakat garantálta mindkét csapat, egy igazi végjáték kerekedett, és itt kicsit szerencsésebben jöttünk ki ebből. Az elején úgy vettem észre, hogy mindkét csapat egy picit a védekezésre összpontosított, nem akarták elveszteni a három pontot, aztán itt a végén sikerült a gödöllőiek fölé kerekedni. Mi lehetett a kulcs? Így van, az első fél időben talán a pillanatnyi formából adódóan kicsit türelmesebben játszott mind a két csapat. Ettől függetlenül megvoltak azok a helyzetek, de egyik fél sem élt vele. Második fél időben nekünk sikerült ugye olyan előnyt szerezni, amikor az ellenfelünket arra kényszerítettük, hogy létszámelőnyös szituációt vállaljon fel, és ebből mi jobban jöttünk ki. Nem hiszem, hogy jobbak voltunk a mai nap ellenfelünknél, de ma egy kicsit talán harcosabbak voltunk, agresszívebbek voltunk, motiváltabbak voltunk, kicsit éhesebbek voltunk erre a sikerre, hiszen nagyon ránk fért, mert az utóbbi időben azért értek minket olyan kudarcok, amik egy kicsit úgy morálisan lelombozták a csapatot. Remélem ez a siker azért most nem bizalmat ad. A gödöllői csapatból Vidák Balázsot kérdezem arról, hogy mi vezetett ahhoz, hogy ezt a találkozót elvesztettük? Rajtad nem múlt talán, mert két gólt is rúgtál. Mi múlott? Hát ez így teljesen nem igaz, hogy rajtam nem múlt, mert sajnos amikor visszajöttünk a mérkőzésbe, én voltam az, aki utolsó emberként eladta a labdát, és abból megkontráztak és berúgták a, én úgy gondolom, hogy a mindent eldöntő negyedik góljukat. Én úgy gondolom, hogy a helyzet kihasználásunkon van mit javítani, mert a helyzeteink megvoltak, de amíg nem rúgjuk be, addig sajnos ilyen nyögvenyelős mérkőzéseink lesznek, és nem mindig sikerrel veszük ezeket az akadályokat. Kicsit beszéljünk az előző mérkőzésről is, ugye azt a televízió nézők nem láthatták. Szombathelyen 6-4-re kaptatok ki. Ott mi volt a gond? Hasonló volt a mérkőzés, az a mérkőzés, mint a mai. Ugyanúgy megvoltak a helyzeteink, ott se használtuk ki, felvettük azt a játékstílust, amit a Szombathely képvisel, és sajnos abból nem jöttünk ki jobban. Reméljük a folytatásban ez egy picit jobb lesz. Ki a következő ellenfél? Berettyóújfalura fogunk utazni április 5-én, tehát most van egy 3 hetes pihenünk. Remélem, hogy az alatt rendezzük a sorokat, és újra visszatérünk a győzelem útjára. Az nem lesz egy könnyű mérkőzés, bár idén már egyszer legyőztük őket. Sikerülhet ez még egyszer? Idén már kétszer is legyőztük őket. Én úgy gondolom, hogy ez a gödöllői társaság mindenkire veszélyes, és én úgy gondolom, hogy egy Berettyóújfalut is bármikor meg tudunk verni. Ott biztos jobban fogunk koncentrálni, és reméljük, hogy el tudjuk onnan hozni a 3 pontot. Nem néztem végig ugyan az összes mérkőzés eredményét, de van olyan csapat, akit még nem győztünk le idén? A Szegeden kívül? És a Győrön kívül természetesen? Hát nincs. A Szeged meg a Győr, aki most úgy néz ki, hogy a mumusunk. Tavaly is nagyon szenvedtünk velük, ugye a rájátszásban hála jó Istennek meg tudtuk őket fogni. Úgy gondolom, hogy helyzeteink általában mindig nekünk vannak, ők kontrákból nagyon jól megvernek minket. Elmondtam az elején, erre oda kell figyelni, a passzokra, utolsó passzokra, meg mindenre, főleg az ittszereinkre oda kell figyelni. Hát ma se tudtunk odafigyelni. Én úgy gondolom, hogy körülbelül 4-szer annyi helyzetünk volt, mint a Szegednek. A Szeged viszont úgy gondolom, hogy jól használta ki a helyzeteit, a lehetőségeit, úgyhogy igazából gratulálni tudok nekik, úgyhogy most így szorossá tették azt, hogy a harmadik hely kié lesz. Balázs említette, hogy most egy 3 hetes pihenő vár a csapatra, itt lesz idő rendezni a sorokat. Igen, lesz edzőmérkőzésünk is, és megpróbálunk most heti 2-t edzeni. Ugye mindenkinek a nagy perc elfoglaltsága van, munkahelyi elfoglaltsága van, úgyhogy megpróbálunk komolyan készülni a Berettyóra. Hála jó Istennek a Berettyónak, mi mumus vagyunk. Remélem, hogy mumus is maradunk, és akkor el tudunk onnan hozni 3 pontot megint. Nagyon kell az a 3 pont, hiszen említette korábban már, hogy a cél a harmadik hely megszerzése. Ez a 3 pont veszteség, ami itt a mai napon történt, ez nagyon kellemetlen, hiszen épp a Szeged üldöz minket. Tehát adott esetben a Berettyóújfalu ellen az a 3 pont az nagyon sokat segítene. Hát igen, én úgy gondolom, hogy sokat segítene, mert úgy gondolom, hogy a Berettyót meg a Győrt azért nem, őket ki kell emelni a bajnokságból, őket nem nagyon tudja megelőzni a mögöttük lévők, de én úgy gondolom, hogy a Berettyó jobban fél tőlünk, mint mi tőlük. Nekünk nincs veszíteni valónk, mi úgy megyünk oda, hogy vagy nyerünk, vagy nem. A továbbiakban a Berettyóújfaluval, majd a Győri Rábaetó csapatával mérkőzik meg a csapat. Itthon legközelebb április 19-én szurkolhatunk nekik az egyetemi sportcsarnokban.
akkor a budaörsi Aramis csapatával játszanak majd. Örülök, hogy ma is velünk tartottak. Önök a Porta magazin 80. adását látták. Témajavaslataikat, ötleteiket várjuk a képen látható elérhetőségeinkre. Eddigi adásainkat megtekinthetik honlapunk videótárában, valamint a Facebookon is követhetnek bennünket. Jövő héten megint várom Önöket, remélem találkozunk. A viszontlátásra!